Marton Adrián gyermekei lázasan várták a Mikulást, már hajnal 5-kor felébredtek, ezért Adri úgy döntött, hogy jövőre talán a télapó délután fog kopogtatni. Szia, Adri! Szervusz, jó Sziasztok, jó reggelt! Hogy nézett ki akkor nálatok a Mikulás? Hát pont így, ahogy elmondtátok, hogy nálam ez egy hagyomány, és ugye hát mindenkinél jön a Mikulás nyilván, de valahogy nekem az, igen, itt be is öltöztünk, de hogy arra emlékeztem, hogy nálam is mikor a nagyszüleimnél vagy anyukáminknál jött, tehát én kicsi voltam, akkor valahogy úgy volt, hogy az éjszakáról reggelre megérkezik. De sok helyen hallottam, hogy már délután megérkezett, úgyhogy úgy voltam vele, hogy jövőre, tudti már csak az ideiből kiindulva, hogy tényleg, amit mondtál a felkomba, hogy 5-kor már ott álltak és rángattak az ágyból, hogy anya, biztos megjött a Mikulás, hogy jövőre, tudti, hogy délután fog jönni, és nagyon nyugodalmas reggelünk lesz. De várj, 6-án délután, vagy akár már 5-én délután? Nálunk jövőre 5-én, nem tehát tudom, hogy hogy délután. Érkezik máshol a Mikulás, de nálunk... Hát nyilván akkor sorba hozzátok 5-én, máshol a 6-a reggel, és esetleg 6-a délután az utolsó helyekre. Igen, az már az a végén, úgyhogy ez lesz a folyamat. Most már tanulok belőle, így 8. évre most már sikerül, úgy elsajátítanom ezeket a dolgokat. Adri, és ugye az év ugye közeleg a karácsony, nálatok ugye hát gyönyörű családoddal, gyönyörű ugye, hát meg ugye sütés, főzés ugye abszolút ugye hozzád kötődik. Hogy néznek ki nálatok az ünnepek, illetve Edwin mennyire tudja ebből kivenni a részét? Nálunk igazából ez úgy néz ki, hogy mivel én főzőműsorokat forgattam, nagyjából szeptember végén, október elején én leforgattam a karácsonyi sztorit, tehát hogyha kíváncsiak vagytok, mi most a farsangiakat forgatjuk, úgyhogy én már kevésbé égek karácsonyi lázba, mint farsangiba, viszont arra volt jó, hogy közel 50 főzőműsort vettem fel, ami a karácsonnyal kapcsolatos, hogy úgy kitapasztaltam, hogy mi az, ami gyors, mi az, ami nagyon kényelmesen el lehet készíteni, mi az, ami nagyon-nagyon-nagyon finom, úgyhogy én már teljesen ráhangolódtam, pontosan tudom, megterveztem, hogy ez így hogy lesz. Viszont a másik része, ugye ez a gasztronómiai élvezet része, a másik része az, hogy 24-én a férjemmel együtt karácsonyozunk, viszont utána ő 25-én elutazik, közel egy hónapra. Adri, és ez, hogyha lehet így erről beszélni, mennyire nehéz ez? Hiszen nálatok ez évek óta így van, vagy pedig ez most egy ilyen különleges alkalom, vagy most már lehet ilyet kérdezni, megszoktátok-e már? Igen, ez az utolsó része, tehát minden egyben, amit kérdeztél. 10 éve vagyunk együtt, és abból 9 év így zajlott. Sőt, képzeljétek el, hogy volt olyan, hogy már 24-én elutazott, ezért december 12-e környékén karácsonyoztunk. Tehát az egész családot egyberántottuk, megcsináltuk a halászlevet, a mákos kubát. Akkor még nem volt ez ennyire tudatos. Most egy 3 éves gyermeknek bármit mondasz, örülnek, hogy a család együtt van. Viszont most már egészen más. Azt gondolom, hogy Edwinnel mi egy csomagot kaptunk. Tehát, hogy ő neki ez az élete, nem hazudott előtte, se utána. Ő ilyen, hogy neki menni kell, neki a közönségét ki kell szolgálni, neki fel kell lépni, ez teljesen normális. Én így jöttem, úgymond vele össze, így szerettük meg egymást, teljesen rendben van. Abszolút nem csalódok ebbe, tehát, hogy amikor mondja, én engedelmes feleség, vagy olyanként, aki a háttere, és lelkileg is támogatja, így van a hátországa. Ez nagyon fontos egyébként, már csak azért is, mert szerintem azért azt sem szabad elfejteni, hogy ez nyilván Edwinnek is hihetetlenül megterhelő. Tehát, hogy ez neki is az, hogy... Mert ugyan ő itthon hagy téged, és te őt hiányolod, de azért mégiscsak a gyerekekkel itthon családi környezetben, ő pedig távol, szóval, hogy azért ez mindkettőtöknek nagyon nehéz lehet. Igen, azt gondolom, bár engem kérdeztek, de szerintem, ha őt kérdeznétek meg, neki nehezebb. Én azt gondolom, hogy itt azért itt van a családnak a másik fele, a barátok, az megszokott környezet, a kis helyek. Ő meg megy, repül, utazik folyamatosan, és neki ez elképesztő megterhelő. És a fiúk különben hogy viselik? Jól, ők is, hát ők már tényleg abba születtek bele. Nekik ez természetes. Nem, tényleg, tehát hogyha én elmegyek, most például elutazom egy napra, és így, anya, ez most komoly, elmész egy napra. És akkor mondtam, hogy srácok, mi van veletek? Hát apuci folyamatosan egy hónapból 3 hetet, így, na jó, tehát az normális. Úgyhogy így vannak vele, hogy ez teljesen normális, és elfogadjuk. Illetve, hogyha ti nem is biztosítanátok ugye ezt a közeget otthon, hogy ugye bármikor elmehet, tehát hogy nálatok ez, szerintem egyik sem működne a másik nélkül. Tehát Edwin sem tudná úgy csinálni a munkáját, hogyha te nem biztosítanád azt a nyugodt légkört, ami ugye otthon körül.
veszi, de van olyan nálad, Adri, amikor azt mondod, hogy basszus, ez most nagyon-nagyon-nagyon hiányzik, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha itt lenne, és vannak ilyen mélypontok? Vagy pedig ez, mert tényleg abszolút megvan egy ilyen beállt rendszer nálatok? Megvan a beállt rendszer, igazából az lett a nehéz, hogy ugye hozzácsatlakoztam én, hogy ő nagyon elfoglalt volt, jött-ment, és ugye most már az én életritmusom se engedi meg azt, hogy jó, akkor mikor kis ideje van Edwinnek, akkor legyünk együtt, és menjünk valamit kettesben csinálni. Most már nincsen, most már hozzám is alkalmazkodni kell, és hogyha karácsonyra Jézuskától kívánhatok, vagy újévi fogadalmat tennék, akkor az az lenne, hogy ezt a minőségi időt tényleg, ami csak egy reggeli együtt, amikor jókat beszélgetünk, hogy azt élvezzük ki, azt tartalmasan töltsük meg, mert ez az, ami még egy kicsit hiányzik. Ugye, hogy ezek a pici dolgok, ami az embernek sokszor megadatik, észre se veszik, mekkora dolog lehet. Ilyenkor azért ezek felértékelődnek. Van esetleg nektek valami olyan hagyomány, mondjuk most speciál karácsonykor, amit ilyenkor különösen figyeltek, hogy együtt csináljátok, teszem azt, apa díszíti a fát, vagy a Jézuska hozza, vagy hogy valami ilyen, ami csak a tiétek. Nem nálunk Jézuska csak az ajándékokat hozza, de mi díszítjük, hogy megyünk, tavaly is nagy hóesés volt, és vontuk a fát, alig fért be, úgyhogy most a díszítés is együtt lesz, általában az szokott lenni, hogy a szaloncukrot felrakjuk 24-én délután, 24-e estére már az összes elfogyott. Akár, hogy most már azt szoktam csinálni, hogy utána plusz kis tálkát rakok, hogy legalább onnan vegyék. Nem, az is elfogy, meg a mazik. Én aláírom, nem ugyanaz az íze, mint a fáról. Nem. Tehát én ezt... is mindig a fáról szedtem le, és sajnos ez nem változott akkor sem, amikor nálunk is ki volt rakva kosárba, szóval nem. Úgyhogy ez a díszítés, ez közös hagyomány, meg hát amennyit tudunk, egy kicsit együtt vagyunk. De annak örülünk. Valami menü ajánlatot, Adri, annyira jó, hogy itt vagy. Ha már gasztró műsor, igen, és te már kész is vagy, tudom, lefőzted. Tudom, hogy már Farsangban élsz, és már ott vagy, de valami kis menü ajánlatot tudnál nekünk mondani, hogy mi lesz nálatok? Én egy ilyen muskotályos, tehát egy kicsit ilyen boros gesztenyekrémleves készítek, és egy nagyon egyszerű betétel, leves betétel fogom megcsinálni, egy befőttes megybe beletörtök marcipán golyót, és szerintem nagyon jó. Azt mondtad egyszerű, nem? Elképzelem is bonyolult volt. Marcipán, gesztenye, uha! Várjatok praktikusan, gesztenyekrém 5 perc, leves, okay. Nagyjából 5 perc, és az, hogy a magozott begybe beleteszed a marcipánt, az még egy 30 másodperc, tehát azért gondolom, hogy ez nagyon elegáns, és nagyon jól hangzik, és nagyon-nagyon látványosan lehet állani, de pont igen. Az, hogy nem tudom, 20 perc, és készen van. Hát nagyon szépen köszönjük neked, köszönjük, hogy ezt szépen is elmondtad, és hát akkor meghitt együtt töltött karácsonyt kívánunk nektek. Nektek is, köszönöm, köszönjük szépen.